A minőségi idő elkészítését a Szerencsejáték ZRT támogatja. Minőségi időt látják, köszöntöm nézőinket. A családállítás módszere egyre elterjedtebb hazánkban is. Hogy pontosan mi is ez a különleges módszer és hogyan segíti mindazok életét, akik részt vesznek benne, erről beszélgetünk mai adásunkban vendégemmel, dr. Anszter Mária pszichoterapeutával. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! A felvezető után kezdjük talán rögtön azzal, hogy mi is ez pontosan az, hogy családállítás. Honnan jön maga ez a fogalom és ez a módszer? Mindenkinek van saját tapasztalata arról, hogy időnként nem érthető az, hogy miért van úgy, ahogy van. Tehát van valamilyen baja, miért lett ez depressziós mondjuk, semmi oka nincsen rá. Szóval a saját élettörténet nem ad magyarázatot arra, hogy úgy van, ahogy van. Akkor ismerős ugye az a kitétel, hogy minden betegség mögött valami pszichés tényező áll. Csinált magának egy rákot, csinálja vissza. Ilyeneket mondanak. Na most én azt láttam, dolgoztam nagyon sokat daganatos betegekkel, hogy az úgynevezett hajlamosító tényezők egyáltalán nem voltak ott az életükben, mégis ott volt a betegség, és akkor hogy lehet ez? Meg olyan is van, hogy az ember úgy érzi, hogy hát ez most olyan voltam, mintha nem élettem volna, mintha valaki kiszólt volna belőlem. Na most az ilyen esetekre nem nagyon tudtuk eddig a magyarázatot. Az a helyzet, hogy amit a Hellinger behozott, a családállítás, ez pont ezeket az ügyeket magyarázza meg, ugyanis az a tapasztalat, és ez nem csak a családállítás tapasztalata, hanem a családterápiákban is van meg, hogyha kiterjesztjük a dolgot, akkor a Rupert Sheldrake nevű biológus, filozófus, ő is ugyanezeket látta, hogy az összetartozó lények nem elszigetelten élnek egymástól, hanem van közöttük egy ilyen rejtett információs háló. Nem tudjuk ezt jobban fogalmazni, a Hellinger azt mondja, hogy egy családi lélekben vagyunk mindannyian beágyazva, mondták, hogy ne legyen már lélekezi túl klerikális, akkor a minden tudó mező nevű fogalmat hozták be, erre a tudósok mondják, hogy na még, hogy mező, ugyanis nem tudjuk, hogy mi ez, nem tudjuk, hogy hogy működik, de működik. És akkor azt szoktam mondani, hogy a rejtett információs háló, ez egy korrekt kifejezés. Ez azt a jelenséget írja le, hogy ha valakinek nehéz sors jut a családban, akkor igen, nagyon valószínű, hogy egy másik ember meg fogja ezt ismételni. És akkor ez a rejtett információs háló, ez egy önálló egész, ez egy rendszer, ez is az új neve a családállításnak, hogy rendszerállítás, és megvannak a maga működési törvényei úgy, mint minden más rendszernek. Na most a családállítás tulajdonképpen erről szól, megnézzük, hogy a működési törvények azok sérülnek valakinek az életében, a család életében, következésképp az egyén életében, vagy pedig nem. Pontosan milyen törvényeken alapul maga ez a módszer? Ez három nagyon egyszerű megfigyelés, vagy megfigyelés alapján kialakult törvény. Az első az rögtön ez az úgynevezett rendszer lelkiismeret. Tehát ez a törvény foglalja magába, vagy írja le azt a jelenséget, hogyha valakinek nehéz sorsult, akkor valaki egy másik családtag, általában egy később született, egészen biztosan meg fogja ismételni. Tehát úgy él, érez, viselkedik, mintha azt mondaná a lelkében, hogy drága szülőm, nagyszülőm, nagypapa első felesége, testvérem, vagy bárki, aki hozzánk tartozik, ha te neked ilyen nehéz volt, nekem is ilyen nehéz lesz, te beteg voltál, én is beteg leszek, meghalok, ha te meghaltál, becsődölök gazdaságilag, ha tőled elvettek mindenedet, vezekelek érted, ha vagy azért, amit tettél. De az ember miért akar saját magának rosszat? Ez nem tudatos dolog. Uh-huh. Ez az a helyzet, hogy azt figyelte meg a Hellinger, hogy a racionális gondolkodáson túl az ember, a gyerek mindennél jobban szereti a szüleit, és a klánt, ezt a kiterjedt családot, ahonnan az életét kapta. Tehát ez egy mély rétegünk, nekünk úgy tűnik, hogy a lelkünkben ez így működik. És nagyon sok mindenre hoz újfajta magyarázatot. Tehát ezen az első, hogy megnézzük a családállításban, hogy mindenki a saját maga életét élje, vagy pedig valakinek fogadalmat tett. Így derül ki, hogy valaki depressziós, már terápiába jár, már nem lehet tudni, hogy mi baja, mert semmi baja nem kéne, hogy legyen, mert nincs az élettörténetében olyasmi, ami ezt magyarázna. És akkor kiderül, hogy nagymamának meghalt néhány gyereke,
nem tudta átélni, mert annyira nagy volt a fájdalom, majd én átélem helyetted, Nagyi. Ilyes, ezt fogadja. Ezeket úgy lehet látni, hogy az állításban ezeket felderítjük, és ezek után, hogy ezek kimondódnak, ha napfényre kerül egy ilyen tudatalamban lévő fogadalom, akkor utána olyan, mint hogyha leszakadna egy szikla tömbbe az érintett mellkasáról, és rögtön el tud kezdeni jól élni. Nos, ez az egyik törvény, és van még két másik. Van az úgynevezett odatartozás joga. Ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy nem lehet senkit csak kitagadni. Na most van, hogy kitagadunk valakit, mert olyan dolgot művel, ami nekünk nem tetszik. De olyan is van, hogy azért nem beszélünk valakiről, mert nagyon fáj az emléke. Például volt egy első gyerek, aki meghalt, haza se lehetett vinni, a második nem tud róla, és megkapja a nevét, és ő nem tudja, hogy ő a második Józsika. Csak egyszerűen nem tud jól élni, és nem tudjuk, hogy miért, mert jó lenne minden más. Kiderül, hogy képvisel egy halottat. Szóval, hogy így. Nem lehet kitenni senkit a sorból. Az odatartozás jogára csak egy példa, hogyha a gyerek például bemegy az iskolába, és azt látja, hogy a kispajtások, akik elő, azt hitte, hogy eddig jóban van, és egy klikben van, nem szólnak hozzá aznap, másnap az ember nem viszi be a gyereket az iskolába, nem fog tudni bemenni, megbetegszik inkább. És a munkahelyen is kiközösítik az embert, ez borzasztóan fáj. Tehát ez az odatartozás joga, ez egy nagyon fontos törvény. Ha valakit kitagadnak, egész biztosan valaki más képviselni fogja, úgy fog élni a családban, mint hogyha őt tagadták volna ki, és akkor jön a három gyerekes anyuka, és azt mondja, hogy ezzel a gyerekkel nem tudok mit csinálni, ez úgy él itt, mint a idegen lenne közöttünk, senkivel se kapcsolódik igazán, folyamatosan sztrájkol otthon, bontja a rendet, a harmóniát, ez a magyarázat. Valakit képvisel, akit kitagadtak. Ugye csoportban végzik ezt a módszert. Hány ember szükséges ehhez? Hogyan képzeljük? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen aki áll ebben a családállításban, azok a képviselők. Tehát az ember eljön egy csoportra, elmondja egy-két mondatban a témáját, nem mond el semmit többet és bővebbet, legalábbis nálam nem, és utána kiválasztunk úgynevezett képviselőket a családtagjai számára, a téma szempontjából fontos családtagok számára, és ők fölállnak, és jön az úgynevezett képviseleti érzékelés. Föláll, és rögtön úgy érzi magát, mintha ő lenne az adott személy. De ez honnan, ez hogy? Nem lehet tudni, de egészen fantasztikus, precíz, pontosan a gesztusok, a mondatok, a testtartás, mint ahogy így áll, az anyám mindig így állt. Tehát akkor megdöbbennek azok is, persze, aki ilyen szkeptikusan érkezik, vagy elküldik mondjuk, és akkor azt látja, hogy ilyen volt pont a nagypapa, a nagymama, az anyám, az apám, pont a mondat, ami kijön rajta, hogy hát mondja a képviselő, hogy jaj, valahogy azt kell nekem mondanom, hogy, és akkor mond egy mondatot. Én csak azt magamról tudom, hogy egyszer mondtam neki, hogy mondd meg neki, hogy nehogy a nyúl vigye a puskát, én ezt a mondást nagyon nem szeretem, és mondom, hogy tudok én ilyet mondani, és akkor azt mondja az illető, honnan tudod, hogy mindig ezt mondta? Szóval ezek is átjönnek a gondolatok. Ez a képviseleti érzékelés, azt meg kell említeni, hogy ez nem egy humbuk, ezt egy Péter Schlötter nevű ember fönn van a neten, meg lehet nézni, csinált egy PhD dolgozatot, és ami 400-szor fölállított egy ugyanazt a helyzetet, különböző emberekkel, és mindig ugyanaz jött ki. Hát, hogy aki ott áll, az ezt érzi a többiekkel szemben. Rendkívül precíz pontos. Ha az ember nem agyal bele, akkor nagyon precíz pontos módszer. Maga a módszer miben segíthet annak, akinek éppen ez a családállítás történik? Abban segíthet ez a dolog, hogy van az embernek saját érzelme, és van átvett érzelme. Vannak saját dinamikáink, amelyek a saját megélt élettörténetünknek a következményei, és vannak átvett dinamikák. Na most, ha van egy ilyen átvett, mint egy átvett fájdalom, itt az előbbi példában a depressziónál, vagy az a fogadalom, hogy például jönnek nagyon sokan, most ez nagyon érdekel engem, a gyerektelen. És akkor nagyon sokan jönnek azzal, hogy minden rendben van fizikailag, és mégse tud az illető teherbe esni. És akkor rögtön megnézzük, hogy hát ennek biztos van valami logikus oka, csak nem értjük, vagy hűséges valakihez, megfogadta a lelkében, hogy nekem sem lesz gyerekem, vagy pedig, ha neked nem lehetett, vagy pedig valamit meg kell úszni. És akkor kiderül, hogy hát voltak halott gyerekek, akikről nem beszéltek, és hogy inkább én nem fogok ennek neki, mert nem élném túl, hogyha kihordanám, megszülném, meghalna. Vagy a másiknál kiderül, hogy a nagypapa első feleségét azért hagyták ott, mert nem tudott gyereket szülni,
ezért ennek köszönheti az életét az, aki ott ül mellettem kliensként, és akkor megfogadta az első feleségnek, akiről nem is beszéltek a családban, kvázi kitagadták, hogy én annak az árán kaptam az életemet, hogy neked le kellett mondani a gyerekről, akkor én is szolidarítok veled. Nekem se lesz így. Amikor a családállításon egy ilyen probléma felfedeznek, vagy itt a megoldó képlet, utána akár akkor azt jelenti, hogy akár teherbe is eshet? Hát most erről írok éppen könyvet, most készül. Tehát ez is lehetséges. Abszolút lehetséges. Nagyon sokszor van az, hogy hirtelen, ha rájövünk arra a rejtett dinamikára, amiről nem tudtunk, akkor felszakad, és nagyon sokszor a szervezet is válaszol rá. Szóval rengeteg gyerekkép van a számítógépedben. Milyen tapasztalatok, milyen visszajelzések érkeznek önhez, aki már részt vett az ön családállításán? De van, akinek nem tetszett, az nem ír vissza, de rendszeresen visszajönnek, viszont csináltunk kutatásokat. A Zseni Anna Mária, dr. Zseni Anna Mária kolléganőm volt a kutatócsoport vezetője, és hát ott 78%-ban volt pozitív változás. Ez egy nagyon elegáns. És miket arány. Mondanak, mit vesznek észre, hogy az életük hogy megy utána? Megváltozik a szabad már jól élni. Sokszor betegségek múlnak el. Nem ezt gyógyítja, csak energiájához jut az ember, és nem kell már föltétlenül betegnek lennie. Aztán a kapcsolatok rendeződnek. Tehát nagyon sokszor van az, hogy csak mondjak egy példát, mondjuk jön valaki párkapcsolati problémával. És akkor én azt kérdezem, hogy az a baj, hogy van, vagy az, hogy nincs. Ez a két alap probléma tud lenni. És akkor mondom, hogy ha van, akkor ne mondjon semmit. Ne is mondja el, hogy mi a baj, első lépésben nézzük meg. Kiválasztunk egy képviselőt a férfinek, a nőnek. És azt látjuk, hogy itt nézik egymást, akkor az egyik úgy félrenéz, lenéz a földre, és rögtön látjuk, hogy nem egymás között van a baj elsődlegesen, hanem valami az eredeti családban valaki meghalhatott, és ott egy gyász folyamat megakadt. Ez nem engedi jól működni a családban. Tehát akkor a szituációs párbeszédnek köszönhetően, ha mondhatom így, igen, akkor utána ezáltal próbálják megvilágítani a problémát. Igen, ezt így fölfejtjük lépésről lépésre, és ott ül mellettem az, aki a téma, és akkor így nézzünk, hogy nézd lefelé a földre, és a képviselő. És azért szoktak lenézni, mert vagy gyászolnak, vagy nem akarnak részt venni abban a konstellációban, a családban, nem akarnak jelen lenni, nem jót nekik. Miért néz le, hogy ne nézzen föl, vagy pedig azért néz le, mert meghalt valaki. És akkor mondja, hogy így tényleg, nem is beszéltünk róla, de volt a nagymamának ott valaki. És akkor kiderül, hogy egy meghalt gyereket gyászol valaki tudattalanul, úgyhogy nem tudja, hogy ezzel rontja a saját életét. Akinek éppen a családállítás történik, milyen reakciók szoktak történni? Hát gondolom azért ez lelkileg egy nagyon megterhelő. Ez egy nagyon megterhelő dolog, de nagyon felszabadító is. Szóval ez nagyon sűrű dolog, azt kell, hogy mondjam. Háromféle reakció van. Az egyik az, hogy hirtelen ott mélyen átélés, katarzisig mélyülő átéléssel zokog egy nagyot, és föloldódik a fogadalma. Ez a rejtett, titkos, tudattalan fogadalma feloldódik. A másik az, hogy ott ül, és azt mondja, hogy ez olyan, mintha ez neki semmi köze nem lenne. Ugyanis ez azért van, mert hogy ezek a fogadalmak, ezek a gyereki én részünkben keletkeznek, aki mágikusan gondolkodik. Mágikus gondolkodás, hogy aznap ne feleljek, egy kőre léptem én. Szóval, hogy ilyen kis, mint a összefüggés lenne a két dolog között. Mágikus gondolkodással lehetséges, hogy az ember azt mondja valakinek, hogy én inkább majd én leszek beteg, és te csak maradjál. Nagyon sok ilyet láttam kórházakban. Na most, vagy valaki, aki például, hogy ott van a édesanyja, lehet látni, hogy valamitől már nagyon menne el. Erre, mit ad Isten, ő kap egy jó kis ételallergiát, mindenfélét kell neki főzni, amit kereskedelmi forgalomban nem kapható, egész napos program a mama számára, és jönne az az idő, hogy lehetne megházasodni, és mindig e fölbontja az eljegyzést. Mert akkor ő elmegy, mamát nem tudja itt tartani a feladatokkal, aki mágikusan gondolkodva, a gyereki része azt gondolja, hogy akkor majd akkor ettől meg fog halni. És amikor ez kiderül, akkor, és kimondjuk, akkor utána, ja, hogy azért nem reagálod hirtelen, mert mondod, hogy jaj, ez inkább ne derüljön ki, mert én inkább föláldozom a saját egyéni boldogságomat, csak itt tudjam tartani az anyámat. Hány ilyen alkalom szükséges, vagy akár már egy ilyen családállításon egy embernek? Én erre nem kell járni. Szóval, amikor sokan mondják, hogy én járok ilyenre, az nem jó.
Azt gondolom, hogy ezt nem kell értékteleníteni, ezek nagyon erős energetikai folyamatok is, fizikailag is érezhető változásokat hoznak az emberbe, és hogy egy ilyenre eljön, és akkor utána ezt kell hagyni feldolgozódni, és hát néhány témája van az embernek, de nem sok, tehát ide nem járunk, és akkor az új élet is csinálhat, vagy terítékre hozhat újabb kérdéseket, akkor el lehet ülni megint, de ez nem egy ilyen járós dolog. Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy van olyan, aki visszajár? Van olyan, aki egy-két dologgal visszajár, meg hogyha van valami új döntéshelyzet, mert ezeket is föl lehet állítani, az újabb napok hordalékait, és akkor az állítás elég jó ilyen pillanatfelvétel képet mutat a helyzetről, hogy lássuk az alkotó elemeket. És akkor azt gondolom, hogy most aztán válaszolhatunk arra is, arra a kérdésre, hogy kiknek ajánlott elsősorban? Tulajdonképpen bárkinek. Ugyanis az a tapasztalat, hogy mindenféle, ha is amennyiben van lelki ok a testi megbetegedés hátterében, akkor itt ezt fel tudjuk deríteni, hogy az micsoda. Ez lehet saját, és lehet átvett. Lehet egy ilyen fogadalom, hogy követlek a betegségbe, a halálba, és akkor ezt mondja valakinek az illető. Meghalok helyetted. Volt ilyen. Feloldottuk, nagyon sokáig maradt. Nem tudom, hogy lehet egyetlen így rendszerezni, de mondjuk amik a legtöbbször előfordulnak ilyen problémák, amik szinte minden második szituációs gyakorlatnál előjönnek, és kiderül, hogy ez egy gát. Igen, hát ilyen nagyon egyszerűen, amikor megkezdődik egy csoport, így körbe megyünk, és mindenki mond egy mondatot arról, hogy őt milyen téma hozta, párkapcsolat, szülőmmel való kapcsolat még mindig nem rendeződött, pedig már én magam is nagymama vagyok, vagy nem nagymama, de szóval már idősebb, nem gyerek. Egészségügyi probléma, előmenetel az életbe. Ezek szoktak jönni. És akkor ezeket érzik is, hogy ezek megoldódtak, és gondolom, hát, megtapasztalás is van. Az a fantasztikus ebben a dologban, hogy amit mi feltételezünk, ezt nem tudjuk bizonyítani, mert fogalmunk nincs, hogy működik, de az a tapasztalat, hogyha valaki rendet tesz így ebben a rejtett információs hálóban, családi lélekben, akkor arra a többiek is reagálnak. Tehát nagyon sokszor van olyan például, hogy eljön valaki, egy nagyon kínzó konfliktus a szülőkkel, nem veszik föl neki a telefont évek óta, mert valamin összevesztek, és akkor ezt nézzük, hogy ennek mi van a hátterében. De azt kell tudni, amit nagyon fontos tudni, hogy úgy mondjam gyárilag, az az alapállást, hogy a gyerek szereti a szülőt, szülő szereti a gyereket, testvér szereti testvért, tehát ha ez nem így van, akkor annak valami az útját állja. Ezt a valamit kell nekünk megkeresni, hogy mi nem engedi szabadon áramolni a közöttük lévő ős szeretetet. Na most, hát itt ugye volt egy blokkád, meg is találtuk, és utána az történt, hogy mi alatt az állítás folyt, ez egy olyan fél-három-negyed óra, az alatt volt 4 nem fogadott hívás a szülőktől, a lenémított mobilon. Vagy a gyerek tünete elmúlik, mire hazaér a szülő. Ez rengeteg ilyen van. Akik mondjuk szkeptikusak ezzel a módszerrel kapcsolatban, azoknak mit szokott mondani? Semmit, ezt meg kell tapasztalni. Hát jönnek a szkeptikusok, és akkor először is beállnak képviselőnek. Én annyit kérek, hogy a szkeptikus, azt én jobban szeretem, mint ha valaki ilyen elomolva néz, de a szkeptikus jön el, nézze meg. Ne higgyen senkinek, én sem hiszek senkinek. Én is, ez azért van bent, ez a módszer, én ezt nem hittem el, hogy ez ilyen. De amikor nekem volt még Németországban annó egy hipnózis képzés, vagy pszichoonkológia képzés során bemutatták ezt a módszert, mondom, ezt be kell hozni. És én nem hittem volna el. De azt kellett, hogy lássam, hogy hát ez valami fantasztikus, a saját bőrömön tapasztalva. Hogy álljon oda, és nézze meg. És beáll képviselőnek, és azt érzi, hogy átmennek rajta mindenfélék, mindenféle testi érzetei támadnak, libabőrös lesz, húzza, vonza a másik, tolja elfelé, és ő se érti, hogy a lába lép, pedig ő nem akart menni úgy személyesen, és látja, hogy van ez a valami, ez a rejtett információs álló, és a beáll képviselőnek bizony, akkor rajta keresztül is átmegy mindez, és ő a saját testén érzi meg, hogy úgy mondjam, hogy ez mégiscsak működik. És ilyeneket szoktak mondani, hogy én egy mérnök vagyok, de ezt nem hittem volna. Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszéltünk erről a különleges módszerről. Köszönöm szépen. Nézőinknek is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb, viszontlátásra!
A minőségi idő elkészítését a Szerencsejáték ZRT támogatta.